Október 6. Az aradi vértanúkra emlékeztek Kaposváron. Somogy vármegyei közgyűlés, megtartották a testület alakuló ülését. Szüreti felvonulás, Igalon is őrzik a hagyományokat. 30 éve az állatokért, családi programra várta az érdeklődőket a siófoki állatmenhely. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Az aradi vértanúk kivégzésének 175. évfordulóján rendhagyó módon a Kossuth téren található Mária oszlopnál emlékeztek a hősökre. Giber Vilmos, a Mártirok és Hősök Közalapítvány elnöke beszédében az október 6-i aradi vértanúk emléknapjának történetét és megünneplését mutatta be, különös tekintettel arra, hogyan vált az ünnep a nemzeti mitológia részévé a kiegyezés utáni időszakban, és hogyan tartották meg először legálisan Kaposváron. Az aradi vértanúk tetteire sokáig nem lehetett megemlékezni, titokban zajlottak azok, de az 1867-es kiegyezés után már legálisan tarthatták őket, és fokozatosan a nemzeti emlékezet részévé váltak. És fordíts ki az árnyékból az arcunk, így köszönts rán. Az első megemlékezést Kaposváron 1867-ben tartották, és a későbbi ünnepségek helyszíne gyakran a római katolikus templom volt, ahol gyászmiséket tartottak. A szertartáson valláskülönbség nélkül vett részt a közönség. A kaposvári és a vidéki 48-as honvédek mellett elsősorban fiaikat, férjüket sírató hölgyek töltötték meg a padsorokat. Feketébe öltöző gyászolók a nagymise után a kaposvári dalárda énekét is megillőtődötten hallgatták végig. A gyászmise idején a városban mindenból bezárt. A helyi iparosok így tisztelegtek az aradi 13 és valamennyi honvédhős előtt. Ez volt az első legális október 6-ai megemlékezés Kaposváron. Az aradi vértanúk emléknapja az 1848-49-es szabadságharc dicsőségét és tragédiáját egyszerre szimbolizálja, és mára a magyar nemzeti identitás egyik meghatározó eleme lett, emelte ki az elnök. A jelenlévők koszorúzással és mécsesekkel, majd a nagy templomban szentmisével is megemlékeztek a hősökről. Társadalmi és környezeti fenntarthatóság volt az idei témája a Tájház Szövetség éves konferenciájának. A Somogyvár megyei Ötfoskónyiban Vince Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár kifejtette, sok az egybeesés a Tájház Szövetség munkája és az aradi vértanúk eszmeisége között. A tájházak sokszínűsége is mérhető az aradi 13-ak és a szabadságharcban résztvevők sokszínűségéhez, hiszen 650 magyarországi tájházról és 300 kárpát-medencei tájházról beszélünk napjainkban. Számos nemzetiséget, kulturális irányzatot és identitást mutatnak be ezek a házak. Egy-egy közösség milyen sokféle rétegű identitással rendelkezik. Van családi identitás, kulturális identitás, nemzetiségi identitás, magyar identitás, európai identitás, milyen sokrétű is a mi kulturális örökségünk, és egy-egy ilyen tárgyban, egy-egy kovácsműhelyben, egy-egy méhészműhelyben, egy-egy tiszta szobában, ha a tárgyak mélyére nézünk, akkor milyen sokféle dolgot tapasztalhatunk. Ezt a hagyományt élteti és tartja életben, fejleszti évről évre a Tájház Szövetség, most már több mint két évtizede, módszertani útmutatással segíti, és jó példák megosztásával segíti a tájházak közösségi térré való válását. A Magyar Falu Program falusi civil alapjából csaknem 800 polgárőr egyesület kapott támogatást az elmúlt 4 évben, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár hozzátette, hogy 2020 óta mintegy 2,5 milliárd forint értékben támogatták a polgárőr egyesületeket. A falusi civil alapban a jövőben is kiemelt figyelemre számíthatnak a polgárőr egyesületek a támogatások elbírálásánál, tette hozzá. Ismét Bíró Norbertet választotta elnökké a Somogyvár megyei közgyűlés.
A testület alakuló ülésén a napirendek tárgyalás előtt esküt tettek a 2024. június 9-i vármegyei önkormányzati választás során megválasztott képviselők. A 15 fős testületbe a Fidesz-KDNP 9, a Somogyi Függetlenek Szövetsége 3, valamint a Somogyért Egyesület, a Mi Hazánk és a DK egy-egy képviselője került be. A 2024-29-es önkormányzati ciklusra vonatkozó alakuló ülésen a napirendek tárgyalása előtt esküt tettek a vármegyei önkormányzati választás során megválasztott képviselők. Hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez átalakult a Somogy vármegyei közgyűlés összetétele. Új tagként a Fidesz-KDNP frakcióba Vörös Mátyás, Tardi Tamás, Tóth András Károly és Olsovszki Árpád ült be. Jozó Tamás, a Mi Hazánk és Gyeneseiné Kaszás Hajnalka a Somogyért Egyesület színeiben került be a testületbe. Új jelölő szervezetként három képviselővel, Ormai Istvánnal, Sütő Lászlóval és Tejmec Ádámmal szerepel a közgyűlésben a Somogyi Függetlenek Szövetsége. Engedjék meg, hogy a képviselői csoport nevében tisztelettel ajánljam Bíró Norbert urat a következő ciklus közgyűlési elnökének megválasztására. Az ajánlást követően a vármegyei közgyűlés tagjai szavaztak az elnöki poszt betöltéséről. Megalapítom, hogy az eredmény tekintetében a Somogy vármegyei közgyűlés elnökének 12 igen szavazattal Bíró Norbert közgyűlési tagot választotta meg. A szavazást ebbe a tekintetbe lezártuk, és eredményesnek tekintjük. Bíró Norbertet ezzel harmadszor választották meg a vármegyei közgyűlés elnökének. Beszédében reményét fejezte ki, hogy a békés építkezés évei következnek a közgyűlés munkájában. Mint a TOP plusz források kapcsán elmondta, 49 milliárd forint fejlesztési forrást már elnyertek a somogyi települések. A célunk pedig változatlan. További sikeres pályázatokkal biztosítani vármegyünk fejlődését, elősegíteni az itt élők boldogulását, erősíteni szülőföldhöz kötődésüket. Utóbbi érdekében vállaltunk alapfeladatokon túl is identitásunkat erősítő, értékeinket népszerűsítő kiadványok elkészítését, színdarabok létrehozását, gyermekeink számára vetélkedők szervezését és kirándulásaik támogatását. A magam részéről a Somogy vármegyei közgyűlés elnökeként továbbra is ezt az irányt kívánom követni, melyhez kérem a közgyűlés támogatását. A megkezdett munka folytatása a vármegye településeinek fejlődése érdekében is kiemelten fontos, mondta Vicman Mihály országgyűlési képviselő. Ez a megye, ez egy egységet képez, és a mindenkori vármegyei közgyűlésnek a szerepe azt gondolom ennek a megyei kohéziónak, ennek a megyei összetartozásnak a fenntartása, életben tartása, és a somogyi emberek érdekképviseltek el, hogy legyen túl minden technikai feladaton és megoldandó ügyön, amelyen a közgyűlésnek foglalkoznia kell. Azt gondolom, hogy akkor lehetünk sikeresek mi itt Somogyban, hogyha ez a fajta összefogás a jövőben is működni tud. Az új vármegyei közgyűlés megválasztotta a TOP projektbizottság tagjait. Ennek elnöke Tardi Tamás, alelnöke Bogdán Dániel lett. Bizottsági közgyűlési tagnak Steinmetz Ádámot, külső bizottsági tagoknak pedig Prépost Lászlót és Tikkel Jánost választották. Nyeregben ülve szekéren, hintón, traktoron és gyalog is felvonultak Igalon a szüreti mulatságon. Több százan vettek részt a hagyományőrző programon. Helyiek és a szomszédos települések lakói is egyaránt csatlakoztak a rendezvényhez. A vendégeket helyi finomságokkal, na meg borral fogadták. Igal városában tanítják a csárdást. Kettőt jobbra, kettőt balra, így haladsz a járdán. Botanikus kertnő repet beton között, de kit érdekel mindaz, ha a bokádat töröd? Eseménydús év van Igal mögött, ezt szedte rímekbe Czejder Ákos és a művelődési ház dolgozói. Egy jó kis bíróhoz méltón pedig a szüreti felvonuláson ki is dobolta a történéseket. Központban azt mondom, hogy a választás, illetve a választási kampány volt, és akkor ez miatt ugye a település jobban megmozdult. Ez egyik része, amit tudok mondani. Másik természetesen, hogy minden intézményünket, ahogy a bölcsödétől, az óvodán keresztül, az iskolán át, a fürdőt sem hagyjuk ki. Mindenki kap egy kicsit hideget, meleget, de természetesen vicces formában, úgyhogy nem kell aggódnia senkinek.
Óvodások, iskolások, népi és hagyományőrző csoportok egyaránt bemutatkoztak hétvégén Igalon, ahol két év után szerveztek újra szüreti felvonulást. Az egész település meg lett mozgatva, a Praja nagyja. Tehát itt gondolok arra, hogy az oktatási intézmények, egyesületek, környékbeli településről érkezők, idősek klubja, helyi vállalkozók. Ha csörgeti, ha csörgesse, engyed, sarkantyúja, Kossuth Lajos verbunkja, muzsikát a tolja. A hagyományokhoz híven huszárok is csatlakoztak az eseményhez, akik nem csak díszőrséget álltak, hanem huszárnótákat is előadtak. Nyerekben ülve, szekéren, hintón, traktoron és gyalog is felvonultak Igalon a szüreti mulatságon. Preiszt Amanda, Kelly és Gréta nevű lovaival évről évre részt vesz az eseményen. Én fogom vinni a bírót és a bírónét. Szerintem jó ilyen közösségi eseményeken részt venni, főleg ami lovas, ez közel áll hozzá. A rendezvény célja a hagyományőrzés és a hagyományteremtés volt. Ennek a rendezvénynek is van olyan része, amelyik abszolút hagyományos, akár a felvonulás, akár a népviseletre, ha gondolunk, de vannak benne új elemek, ilyen például a most alakult nemzetiségi önkormányzatoknak a kapui német nemzetiségi és roma nemzetiségi önkormányzat is vendégül látja a felvonulókat, de egy ilyen régi új hagyomány is felélesztésre kerül, ez a szüreti koszorú, amit a művelődési ház vezetése talált ki, és azt gondolom, hogy mivel történetileg megalapozottnak találtuk, ezért idén már ezt az elemet is beépítettük a szüreti felvonulás. A felvonulókat több állomáson is vendégül látták, a programra sok helyi is kilátogatott, este pedig bálzárta a napot. Szüreti felvonulással és bállal ünnepeltek Balatonendréden is. A településen közel 30 gazda csatlakozott a nagyszabású rendezvényhez. Balatonendréd szeretné elérni, hogy a jövőben az övék legyen a legnagyobb ilyen jellegű megmozdulás az országban. Igyekeztem megtalálni azt a pontot a falu életében, vagy a falu jövőjében, vagy hát igazán aztán megtaláltuk a falu múltjában, amivel ki tudunk tűnni, vagy valamilyen kitörési pontot tudunk a többi településhez képest, persze a többi település segítségével együtt majd tenni, amivel fel tudjuk magunkra szinte országosan hívni a figyelmet, mert én azt gondolom, és ebben biztos vagyok, hogy most, hanem most van igazán szükség arra, hogy minden település megtalálja önmagát, megtalálja a kitörési pontját, és meg tudja mutatni, hogy mire képes. Úgyhogy a lószeretet messziről jön, a szüreti felvonulás, a szüreti mulatság szeretete nagyon messziről jön, Endrédnek a hagyománya, múltja nagyon-nagyon gazdag, és nagyon nagy hála és köszönet, hogy ezt itt őrzi a helyi egyesületünk, és be tudja mutatni évről évre nagyon szépen. Tűz ütött ki szombat hajnalban egy háromlakásos társasházban Balatonlelle Irma puszta város részén, ahol két lakásban keletkeztek lángok. A helyszínre a Somogy vármegyei Művelet-irányítás több tűzoltó egységet is riasztott, a Balaton-Boglári önkormányzati, a siófoki hivatásos, valamint a látrányi önkéntes tűzoltók vettek részt a beavatkozásban. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása alatt dolgozók két embert hoztak ki az épületből, akiket a mentők láttak el. A katasztrófa védelem közleménye szerint a tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a lángokat, miközben gázpalackokat is kivittek az épületből. A helyszínt izzógócok után kutatva is átvizsgálták. 30 éves idén a Siófoki Állatvédő Alapítvány. A kerek évforduló alkalmából kutyasétáltatásra és családi programra invitálták az érdeklődőket. Ugyanakkor az állatvédelem fontosságára és nehéz helyzetére is felhívták a szervezők a figyelmet. Valami fertőzés volt. Egyébként nagyon sokat javult, de nem tudom, hogy fogja látni. 9 testvérével egy szántóföldre kidobva találták meg ezt a kiskutyát. Ő valószínűleg nagykorában sem fog látni egy fertőzés miatt. De nem ez az egyetlen alom, amelyet jó szándékú emberek mentettek meg. Ezeket a fehér kicsiket szintén kidobva találták. Ja, azt gondolom, hogy most az utóbbi 2-3 évben elindult egy baromi rossz irány az egész állattartási kultúrában, amellett, hogy egy
jelentős rétegnek az állattartási kultúrára ilyen rengeteget fejlődött, és nagyon sokat látok akár falusi szinten is, hogy sétáltatják a kutyájukat, tényleg foglalkoznak velük, és valóban pozitív irányban változott ez a dolog. Van egy másik réteg, aki azt gondolja, hogy állampolgári jog, hogy kutyát tartson, és egy valamiről feledkezik el, hogy az állattartással kapcsolatban kötelezettségei is vannak. Ilyen az ivartalanítás, az éves rendszeres oltás és a kutya életkörülményeinek megfelelő kialakítása. Ezekre is felhívja időről időre a figyelmet a menhely. Most hétvégén családi programmal várták az érdeklődőket, akik sétát adhattak is. Nagyon szeretjük az állatokat, otthon is van macskánk, kutyánk, teknősünk, igazából már házi minizónk van, de nagyon szeretjük ezeket a kutyákat is, és nagyon igény tartanak szerintem a kutyák is a szeretetre. Nagyon szeretem az állatokat, és vigyázni kell rájuk. A Siófoki Állatvédő Alapítvány idén ünnepli megalapításának 30. évfordulóját. A szervezet néhány taggal és néhány állattal kezdte meg működését. Az volt a céljuk, hogy egy kicsit itt az állatvédelmet elkezdjék valamilyen szervezeti formába ölteni, és tulajdonképpen eleinte néhány állatról volt szó. Rövidesen még néhány hónap múlva, talán egy fél év múlva az a megalapulástól megkapták használatra itt a régi szeméttelep vagy hulladéklerakó mellett ezt a picike kis helyet egy pici épülettel, és néhány kennellel indultak. Úgyhogy így indult 30 évvel ezelőtt, és tulajdonképpen aztán mindig egy kicsit több kennellet, nagyobb területet kaptak. A menhelyen jelenleg 150 kutya van, ez nagyjából állandó létszám. A szervezet rendszeresen várja az állatbarátokat közös sétára és más családi programra. Emellett számítanak az emberek segítségére is, akár támogatással, vagy éppen élelemmel. Október 6. Az aradi vértanúkra emlékeztek Kaposváron. Somogy vármegyei közgyűlés, megtartották a testület alakuló ülését. Születi felvonulás, Igalon is őrzik a hagyományokat. 30 éve az állatokért, családi programra várta az érdeklődőket a Siófoki Állatmenhely. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkba, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap este is, viszontlátásra!